Levi, mennyire vetted? Mennyi volt az ára, Mark? 8070? 8700-7900 körül, ja. De jó néz ki ez a sisak, basszus. Ha te csináltad, akkor jó. Nem, én csináltam. Igen, jó. És akkor... Na, hát akkor... Race options. Na, hát akkor 60-on van. Y. Közben én visszatértem a live-oknak a live-jába, úgyhogy most már indítjuk újra a 20-as. Na, akkor hol hagytuk abba? Megvolt a Rider, megvolt a sisak. Ja! Official, nem már? A penáltira? Jó, a penáltira. Tolerant meg Stricton. Nem mondom, Göcé, hogy kivették. Mi ez a manuális start? Ez legyen benne. Más szerint az jobb, nem? Azt mondta, hogy jobb. Hát... De ott még kuplungot, azt neked kell ráadni. Már te ezen a szinten tudtad? Én. Csak kérdem. Hát te hülye vagy. Ezt erről a 60-ról felrakom, szerintem 70-re. Na mi szóljunk a számra? Még mennyi az idő? Lehet, azt még letoljuk ezt a versenyt. Miért? Hova mész már megint? Asszem. Nem asszem, hanem hova fog a menni. Hát ebédelni. Ja, azt hittem már mész izé, ligálni, bazd meg. Én már megebédeltem. Hova bánod ma? Hát... Ne, te megyünk a szipusok földjére, gyerekek. Hova megy? Hát a szipusok földjére. Ha Hollandia. Hát menjünk egy kicsit szívni. Mi? Ezen a pályán mentem DTM-mel. Akkor ott nem tetszett. Szerintem így sem fog. Nem, te a régi változatán mentél DTM-be. Mert ez másabb. Na, hogy kellett ezt elmenteni? Menjünk csak így ki. De így. Dutch GP. Dutch. Adi. Gazontain. Anyádat. Nice. Én egy... Balfasz. Miért nézze hátra, bazd meg, menj előre. Mi van Levivel? Nice, én balfasz vagyok. Akartam csalni a VP-nnel, hogy ide-oda ugrálok, és amikor elértem oda, hát, hogy Argentinába menjek, letiltott a Steam, amúgy 2700 forintért vettem volna meg, de most várok, hogy leszedjék a bant. Mi van? Nem tudom, nem értettem. Opa, mi ez a kanyar te? És csak én nem értettem ezt az üzenetet? Én sem értettem nagyon, hidd el, én sem értettem. Jó, mehet a team. Hiii, csapat! Van egy ilyen Ducati. Suzuki KTM Racing, DHL-el, Honda, a Kenwood, vagy ugye a Kenwood Aprilia Racing, vagy ugye van nekünk ez a Yamaha team. Hát jobban kell fékezni. Menj a Yamaha-hoz. Yamaha! Van... úgymondva, Csáni Nikolás, ilyen szponzor. Itt van a izát a kettőbe. Augusta. Aha, MB Augusta, azt a Google. Moto 3. Ott mi van? Na, hol vagy szuper? Itt van neked a fűkaszát, ahol a 20 korna. Milyen volt a botolás? Milyen izé? Boltolás. Na, nagyon jó volt. Mit akarsz megvenni? Na, figyelte csak akkor a 3-ba kezdjek, vagy akkor most egybe menjek fel a GP-be, hát az milyen? Moto 3-ba elég, ha kezdesz. Azért mondom. Na, ezért legyek a Husqvarna, Honda vagy KTM? KTM. Ez az a leglassabb. Honnan? Lesz a leglassabb. Jó, akkor legyek KTM. Kurva anyádat. Az a team performance, te Ádi. Még változtathatom a izét rajta. Hát... Sponzort. Hát, hogy izé legyen Hertz, vagy ez a... Gustár márka. GoPro, vagy ez a Parts Európa. Még lenne jobb, a Hertz legyen, vagy a GoPro, vagy inkább a Európa part. Hát, nem tudom, neked a GoPro jobban tetszik.
GoPro-t mondja a Sipi. Tényleg, Sipi, jót borultál tegnap pazárba. Azt a boruláson én is szakadtam, bazd meg. Szerintetek még legyen, hogy inkább legyen benne fekete, vagy inkább sárga? Te választod ki. Ó, nem tudottani. Akkor legyen sárga. Bazd meg. Na most jön a szín. Megvan a szín. Second color. Az legyen már ilyen fehér nincs. A rózsaszín. Az ele? Az. Az mi? Ó, mintha te ügyesebb lennél, Nikolász, de úgy komolyan. Oltáska. Jaj, de vicces volt, Nikolász, azt a kurva élet, bassza meg. Na most jön a felni. Most jön a felni festés. Megvan a felni, most jönnek a tárcsák, vagy mik azok. Ja, nem az hátsó. De miért vesz... Nem most a hátsó. Na most jön az overall. Hát de nem, csak kicsit kiszélesítettem, az nem igaz. Nem tudom, még kicsit állítunk, lehet, hogy jobb lesz. Csináld már piros-fehér-zöldre. Ezt? Az overát, aha. Várjál. Ó, lesz ez így. Miért nem mented el, te fasz? Jó van. Mert nem nyomta a betit. Ja. Ő, ha? Van den Gorberg. Az utolsó kanyart, ezt nem szabad vágni. Most jó, nem mentette el? Ja, de elmentette, jó. Gádi, te ugye most tudod, hogy rosszul csináltad. Miért? Mert a középső a zöld és nem a fehér. A ruhának. Jaj, bazd, nem mindegy, hogy van. Anyám, borogass. Egy egész kettő. Iha, lehet, erre sok lesz ez a 70-es a éjjj, bazd meg. Remélem most már, nagyon örülsz. Aha. Nagyon jó. Megfogta. Most jön akkor a vizet a seggemen a név, mi? Mi a Bec neved, inkább azt írd oda. Bec neved. Nem mindegy, hogy Bece vagy Bece. Hülye. Ez erős volt, bocsi. Adi girl. Jaj. De egyébként tehetsz másfajta betűs stílust. Invalid a papaszt, úgy már meg hát... Na bocsánat. Tudom. A kurva anyád! Buksi! Így, bazd meg, elrepültem. Ez a... Bocsánat. Ez a pály nem tetszik. Ja, amúgy meg tetszik, hogy amúgy... Ja, mi? Mondja. Semmi. Tudom, mire gondoltál. Igen. Szerintem hallottad is, hogy mit mondtam. Nem, csak sejtettem, hogy mit mondtál. Hol az i betű? Ez a J. Melyik az i betű vajon? Na. A, B, C, D, E, F, G, H, J. Nem. J. Nem, ez a G, ez a H, itt a J. Ja, jó, akkor megvan az i betű. Nem, az a J és ez az i betű. Bazd meg. Annyira szodé vagy Ádi? He, Nikolászt! Figyelj már, Nikolásznak adjál már egy izé pár másodperces bont, gyerünk csak. Nagy örömmel. Köszönöm szépen. Köszi, Nikolász. Piros első szektor. Köszönöm, Márk, és... Az i betű kimaradt, ja. Én is azt látom, igen. Mindegy, nem, akkor az... az i betű, Ádi. Minden, most már akkor így lesz az i betű.
Remélem, Nikolász, hogy ebből tanultál. Nem azért csináltam, hogy jól esik, csak... 600 másodperces kis sziszesi mit kapott. Hát ez 6 perc, azt hiszem. Ádi nem boy, öt. Itt van. Ja, de 5, hoppá. Hát de lehet egy szeket csak is adni. Mondom, hogy egy órája se játszik vele, de számolni megtanulta az iskolába, látszik. Meg amúgy... Bajod van? Meg amúgy csak úgy mondom, hogy én játszok vele még elsőnek is, hogy... De miért invalid lap, mikor a rázókövön megyek, te szar? És ez még csak teszt. Hát igen. Szóval még... Ez még csak teszt. Nem van. Azt hiszem, igen. Gratulálok. Nem azon kéne menni? Azok elfejtett. Hát... még ne. Jó van. Jó van, Ádám. Mert hát én nem azon csak mentem. Csak az első, meg a harmadik szektor is leggyorsabb volt. Na, menjünk ott. És büszke kívül. Voltam magamra. Na, még kell egy Y. Toljad neki, Gyulám! De szépen néz ki most így komolyan. Ennyi. Megcsináltam én jól. Ez narancs, az jól megy a piros. Nem, nem az lesz a én színem, a enyém a... Mert én a izébe kezdek a háromba. Ez mi a faszom ez? Öcsém, bazd meg, hát ilyen nincs. Márk itt mit fog megcsinálni? Márk itt mit kell csinálni? Vagy, hát bazd, hogy már meg, hát az Isten áldjon meg. Menj vissza, ez a alváznak, hogy mi legyen. Alváznak, hogy mi legyen? Mi a szám, vagy mi? Vagy hogy miért? Mikor de én nevet, vagy híret bármit? Nem kell. Sipi, a matrica a motorra. Ja, a mat... Hát akkor cápa legyen, nem? Azt sem. Vagy... Hogy nem tudom. Mit szeretnék? De... Már... De viszont ezt nem tudom izé nagyítani, vagy de. Ja, de hát. Ja. Várattam mindegy, akkor... Megnézzük, hogy mi ez. Most látjátok. Ha jó van. Megnézzük, mi ez. Csak kérde majd a végén, hogy milyen. Meglátjuk. Jó, Riders, ez megvan. New Career. Na, akkor mehet a egész Moto3-os szezon a mai napon. Persze, itt van. Na! Madison Walker. Elias Bauer. Minho Park. Ez egy ilyen kóreai. Meg van egy japán. Mori. Hitoshi Mori. Akkor úgy. Menj végig még egyszer, hagyd nézzük. Van itt egy csaje, egy ilyen izé brit. Kettő csaje. Szerintem ez a Madison Walker a legjobb, vagy ez a Minho Park. Hát, de most itt a pénzt is kell nézni, nem? Hát mindegyik ugyanannyiba kerül, nem? Ja... Ja, hát ott nem. Az értékeket kell nézni, a skilleket. Az első csak ingyenes, csak úgy mondom. Most vagy a kredit lesz 20-as, vagy a szerződés. Ja. Vagy a szerződés és a keresés 15-ös. Hát, inkább a csaj legyen, mi? Hát persze. A csaj az fontos, ja, Ádi. A Madison. Úgy. És akkor yes. Jó, oké. Okay. Na, Moto 3. Sok kredit Ja. Team Hertz, DR Honda, Kömerling Moto 3, vagy ez a Angel Nitto Team KTM, vagy ez a Honda Team Ázsia. Honda legyen. Honda legyen? Aha. Na még, mert van néhány Honda. A DHL, azt mondja? Igen, DHL, ja. Jó, DHL. Sponzoráljon téged a DHL. Ó, és még alá is írtam, more. És akkor most tudom megváltoztatni a... Ja, aha. Ja, nem. Ha már meg... Hát, mégis na, akkor már. Kék nem is rossz, amúgy. Jól néz ki a motor, amúgy. Na, itt van a number.
Jó, jó, feladtuk az én számomat. Hol van az enyém? Dik, hol az enyém? Jaj. Ja, jó, itt az Ádiból. Jaj, hát de az pont piros, more. A szádat. Aj, bakkancs. Na, bakkancsból a CD legyen, a text, vagy ez a Alpine Stars? Szerintem a... A CD. Ja. És milyen színű legyen? Piros, az jól néz ki. Aha, jó van. Alpine Stars overall, vagy ez a D-geszi? Fú, de csúnya ez a, az, az, ez a D-betű szar. A Siki is az Alpine-t írja. Ja, az nagyon... Én is azt mondom, hogy inkább az maradjon. Na, hol vagy, izé, Mark? Még akkor a izének, a Rosszinak a izéje, tudod? Amit izé használtam a 15-ben, az még volt? Az még volt az a izé, az a... Ja, ez. DHL Amis. Na. Mi ez a Breaking Leg Out? Jaj, tudom, hát, hogy fékezésnél... Közben kitegye a lábát. Igen, aha. Hát, hogy no vagy yes legyen, nem? Fit at start. Tedd ki yes-re, mert izé... Az is lassít egy kicsit. Kiteszi a lábát. Ja, jó, akkor kint lesz, jó. Belekap a levegőhoz, izé. Ja, jó, akkor no. Boat fit, right foot, vagy left foot? Ja, ja, hogy amikor izé, hát, milyen lábas legyen, hogy... milyen lábról induljon, ha izé elindul. Ja, hát, hogy bal jobb, vagy és ez a boot az mit jelent? Mert hát, hogy hát a left right az megvan. Mindkettő. Tehát, hogy mindkét lábát használja az elindulásra. Még a jobb. Mármint, hát, hogy... Találd ki. Hát, te melyikre akarsz indulni? Bal jobb, vagy mindkettő? Vagy left, legyen a bal. Vagy jobb. Bal. Jó, mindegy, jó. Szavaszádi. Szia, Berci. Szia, Berci! Hello, Berci. Te vagy az a Berci, a... Mármint, aki a HML volt, ugye? Te vagy? Te vagy az, igen, a Berci. Igen, ő az. Jó van, oké. Breaking Fingers. Fék. 1-es, 2-es, 4-es. Na hát ez... Maradjon 2-es. Viszont a sisakom az még a... Jó. Jó, ez volt a MyCredit. A Rider az itt van. Amit beállítottunk. A number megvan. A stickers. Hát az kéne, hát az Adi Boy, de hát akkor átváltatjuk az egész overát. Vissza kell állítani. Ó, még ezt is be tudom szírezni, bazd meg. Még a vizéknek, hát a térvédőnek a izéjét is. Hát akkor az is legyen piros. Ó, bazd meg, hát ugye a... Baszket, ugye a... Az overának nem fog jót tenni. Na, mindegy. A kék sikrakod még megy is a izéhez amúgy. Igen, csak azt akarom... Hát, jó, hát akkor az írás, akkor most legyen a faszom, valami lesz. Jó. Jó, akkor most az lesz, hogy... Iceman van, Rocketman, The Kid, The Hammer, Hurricane. Hát én valami... De ész, hogy a Iceman tenném. Vagy ez, hogy Master, mi? Vagy az, ja. Jó, akkor ez vagy kék, jön. Vagy piros fejlott. Narancs. Team. Csipi, azt jel, Master, az jó. Na, itt tudom festeni a... motort. Valami normális színnel legyen be. Azt a kell. Azt a színt? A kaszni. Kaszni. Hát. Mi az a színe? Hát már ezt... Már ezt én... Ja, a fehér. Aha, jó. Aha, az igen. Hát akkor... Szerintem ez ilyen, vagy ilyen kék legyen, vagy ez. Ez egy ilyen csempesöt. Világosabb, mint a sisakot szerintem, nem? De ez is jó. Ami neked tetszik az, ami. Legyen ez. Na,
akkor... Jó, jó, akkor jönnek a felnik, az erő meg hátul, az is kék legyen akkor. Geci, meg ez, itt is lehet, ezt is lehet, milyen színű legyen. Igen, ennyi. Na. Na, itt tudom változtatni az overát, na. Akkor hátul legyen már más színű, hát hogy látszódjon az ádiboly. Jó, akkor az legyen fehér, sajnálom. És akkor viszont akkor a sárgát, akkor az berakjuk pirosra. Mit szóltok? És akkor lesz egy na, ilyen kék-fehér. Jó, és akkor mi ez a library? Jó, még az elrendezés is így. Szerintem jobban néz. Még? Még a... Ami most van. Amit? Mármint, ja, jó, oké, okay. Jó, akkor a kaszni megvan, overall megvan, akkor viszont visszamegyünk a Rider, a stickers, és akkor elmélye, és akkor átadik az ádiboly a seggem, jó, van, szuper. Confirm. És akkor elmélye, na, na, ez kéne bele az F1-be, ez geci, ez, és ez, és ez, és ez kell bele, ez, bazd meg, ez. Ez kell bele, ez. És ezt nem rakják bele. Ezt nem rakják be, ezt. Jó, bemutató? Há. Nem lenne egy rossz dolog. Na, ezt kell belevadni. Kalendár. Igen. Fejlesztés, ugye? Van pénzünk fejleszteni. Ja nem nincs, vagy van? Igen? Elmegyünk? Én nem mondok már véleményt, biztos, hogy mik voltak itt arról. Mert már szép lassan elég lesz följönnöm ide, hogy izé magamhoz térjél kávét se kell innom. Ott a három standings. Mignó, Antonelli. Suzuki Garcia, Fenati López. És ez a HAD, ez amúgy ugyanaz a HAD, ami ugye van. És ott vagyok én. Ja, hát itt meg tudom ezért egyfolytában ezért változtatni a szint. Na vagyok. Ott van, az kellett nekünk. Na, Márk, figyelj már a AI-t akkor te mit mondasz rá? Így elsőre. A hard az úgy oké, nem? Na, nem tudom. Én ezt azt mondanám, hogy menj egy próba quick race-t. Hát majd úgy lesz, persze. Csak... Áh, jó, akkor beállítom. Úgy át az random, igen. Tegyél 85-et neki egyelőre. Egyébként, ja. Jó. Jó, és ez a bike damage-nél ez a... Off, meg on, meg ez a... Hát sérüljön el a motor, vagy ja, nem? Hát persze, hogy sérüljön. De ne grafikai legyen, hanem on legyen. Tyrant Fuel Consumption, proper realistic. Realisztikus. Penalty. Start. Penalty, hát. Az tolerant. Tolerans. Strict, akkor legyen a kettő között, szerintem. Az a tolerant. Ja. Erre kíváncsi vagyok, mint a tolerant. Nem tudom, akkor most nézzünk bele ebbe. Nézzünk bele, faszom. Kalend. Mi ez? Első hét, második hét? Azt mondom már, hogy itt tesztet kell menni. Nem, itt 52 hét van a játékban. Mi volt ott? Ja, hát fizetés, ugye? Mi van? Azokat vagy. Fizetés. Hát szerinted ők mit kapnak a mérnökeid? Még kikapcsolhatom a pénteket, a szombatot, vagy hogy izé, vagy hogy ne. Ó, mi van veled? Kettő. És ez a, izé, hát ez mi ott a FP1, ott az a pipa, és alatta az a, izé, hát az a csavarkús, meg a cerk. Igen, a beállításokat. Köszönjük. Nem baj, mert én is ezt szoktam csinálni, úgy tudtam mindig. Sipi kérdezi, itt van már csak büntetésből? Hát igen.
Oké. Van Joker között. Aha. Hát, ha kapsz büntetés, akkor... Majd lehet, hogy egyedül az ingyenes verzióját törtem, de egyébként tudjátok. Igen. Elmagról, igen. Olyan van, Kristóf, ha büntetés kap, az egy adott illető, annak a megadott pálya egyik részén tovább kell hatni, és ott van ilyen kis körrész, és ott kell menni egy ráadásnak. De menni. És ez a rendes szabályban benne van. Jó, mondjuk ezt autópán nem lehetne megmondani, ez tény. De egy motor vagy jó. Ádi? Mondjuk. Menjünk már második főre. Mire? Development testre gondol. Aha. Versenyszimuláció, geci. KSZ, tessék a versenyszimuláció, tessék. Akkor kezdett csinálgatni szerintem. Van ilyen gyors kör szimuláció, ugye? És ez a, bizért ez a... És az a első, az az ilyen izé, az ilyesmilyen a... Hogy mondják ez az ilyen a átlagos tempó, vagy mi ez? Vagy hogy mondják ez? Igen, van flashback. Igen, Détári, van benne flashback. Gondoltam, hogy ez lesz az első kérdésed. Gondoltam, de igen, van benne. Azt hiszem, biztos, de én nem tudom, hogy kell benne van. Van, és unlimited a flashback, mert itt is persze be kell szólni, hogy ne legyen korlátozva. Ó, mi van, more? Ott a tartalékmotor is. Hogy rászáll? Vonal van. Szerintem nincs, várjatok, még nem nincs beállítva. Hol kell? Szerintem az a videóba. Videóba? Ez a gamma. Akkor nem tudom, hogy... És a hoodba? Ja, le, a D-terület az... A hood alatt. Az az audio. Pedig van benne. Azt tudom én is. Image configuration. Ja, nem. Húzol innen, te streamlabs-es kurva anyja. Meg, amúgy meg izé, túl halk volt az engine, úgyhogy abba felkapunk amúgy, de nem tudom hol van. Az D-terje azt mondja, a hood menüpontban lehet. A hood menüpontban? Menj, az elsőt nézd meg. És azt tedd föl. Mire? Húsra? Akkor nem tudom. Az a mérték. Az a mérföld és a kilométerről az International-re tedd vissza. Igen. Közben akarok jönni, mert itt már kezdek már idegrohamot kapni. Igen, tehát az a unit of measure, az a mértékegység. Alatta van az, hogy térkép, position, indikátor, ugye, hogy hol van a hely. Egyébként metrikusra állítsd a... Az az International. Race Information, Riders Name. Hát pedig én itt sincsen benne. Azért mondom. Akkor szerintem lehet, hogy az AI beállít, vagy az izénél, izé beállításnál, amikor beállítottad, hogy milyenek legyenek az AI-k, meg stb. Stb. Ott van. Én lemerem fogadni, hogy ott azon belül nem csak általánosságban lehet beállítani, hanem egyénibe is. Na akkor lépjél ki, Ádi. Akkor ezt be tudod állítani úgy, hogy nem kell levigyed a hétvégét. Szerintem az alapmenüben nézd meg.
nem a, a izébe. Ja, megvan, megvan. Itt, itt van a race option. Itt nincs. És ilyen riding options. Igen, milyen riding option. Szerintem meg kurvára ki kell lépned a karrierbe. És ott van legalú a options. Most nézd meg végképp a... A hádot? Igen. Tehát ezen belül most több infót fog adni? Nem bazd meg. Na, akkor mindjárt utána nézek neked. Videóban sincs benne. MotoGP. No, kreditben nem lesz, Imagine-ben sem. Viszont Ádi, akkor a smoothies-n akkor azt a profilt kapcsolt be. Tudom, ez se kell nekem. Akkor nem tudom. Mi hiányzik? Hát... Hát figyelj csak, amúgy őszintén csak, a, csak amúgy a csík kell. Most semmi más. Köszi. Ja, igen, azt láttam, mert mert hogy live volt egy ilyen angol csávó, és akkor neki úgymond a pálya felett volt így, úgymond a... Úgymond ilyen zöld, amikor ugye nem kell befékezni. Kék, piros, aha, kék. Ja. Akkor lehet, hogy igazad van, ja. Sőt, biztos. Hát akkor lehet, hogy akkor nincs benne egy út. Akkor nincs benne. Mindegy, megnézzük újra bent. Szerintem tényleg nincs. Mert én most így nézek ja. Utána YouTube-on, és semmilyen információ nincsen róla. Nem baj, Robozi. Ja, ami meg úgy akartam ezért csinálni tesztet, hát hogy még ezért besállítottam a motort, mindig. Várjál, az... Ja, csak izéket ír. Azt nem tudom, hogy olvastad-e, amit írtak a csetre. De. Tudom, mondtam is az előbb, hogy ezt láttam egy ilyen angol csávonál, hogy amikor a fékezett, hát így úgymond így felette így világított ugye zölden, pirosan, vagy sárgan, vagy kéken. De hát én nem tudtam hát, hogy ugye nincs benne. Más módon, hát hogy van-e benne csík. Én csak ezt láttam annál a csávon. Konkrétan lényegében amúgy minden tökéletesen mutat ez a izé, mert most én nézem a videót és ott mutatja, ahol éppen ugye kell lenned. De nem csak az van, hogy a pálya melyik pontján, hanem melyik íven kell lenned. Aha. Amúgy. Egyébként, tehát én most nézem, akit beküldtem azt a csávot, a Formula Pinátot, és akkor megvonál, meg van vonal. Nála meg van vonal. Aha. Hát akkor ezt már is értem. Ezt az Aditov. Ugye amikor a hardot beállítottad, akkor ott ugye a vonal ki volt ugye kapcsolva. Azt nem mondom. Tehát minél lejjebb van az AI, annál több segítséget kapsz. Pontosan. Hoppá! Jó van. Na, látjátok? Nagyon jó tudni az ilyeneket, nem baj. Nagyon izé, berreg a... Berreg? Vibralizált a kontrollra. Na, mi jó? Itt a csík, itt a csík, bazd meg. Eleve benne van, geci. És most mitől lett benne? Nem tudom. Semmit nem csináltunk pedig. Óriási. Ez ennél van égve, Ari. Amúgy, szerintem. Nem, óriási, mert semmit nem nyomkodott be az meg, és most meg ott a csík. Szerintem, amikor az autópilótát beadta, akkor lehet. Tudod, hogy akkor mit nyomtam át a... Hát a mizét nyomtam át a balra vaszt, jobbra-balra. Ajjaj! Nehogy...
Vindol Dádi. Bocs, Déter. Mi nem baj? Mit csinálják? Rewind, visszapörgetés. Ja, értem. De... Más szóval egyébként, egyébként nem kell visszapörgetni, mert a lófasz se fogsz tanulni belőle egyébként. Yes! Ezt amúgy ezt nem használtam az izébe, a GP-ben nem használtam a flashback-et. Ott elvágottam, mindig összehaltam rá. Szerintem nem, ne is használd egyébként. Ádít a pontosságra menj erre. Figyelj már csak, én vagyok hülye, hogy ennek a, úgymond a hangereje, hát nem az, hogy a hangereje, csak hogy így a ereje az nem olyan, mint ami volt a 15-ben a 3-nak, nem? Olyan furcsa egy kicsit, hogy a hangja. De hát, szerintem a GPS hozzászokta az első osztályhoz. Igen. Jobb hangjuk lesz. A 1-be, a 2-be is. Aha. Ugyanazzal tudok nézelődni. Igen, csak elbasztam ezzel a izét, na mindegy. Csak ezt sem akartam nézni, hogy még kellett hátra nézni. Igen. A sebesség is olyan, mint a MotoGP-nél. Majd azzal tudsz tenni 355-360-at. Ez az. Meg amúgy érzem hát, hogy itt is meg tudok izélni, meg izélni, hogy mondják ezt. Hát, itt hogy, is meg tudsz izélni. Nem, ja, hanem meg... hogy alulad, hogy... Igen, ezt elbasztam, tudom. Megbokrosodik a motor, és lerepülsz róla? Igen, meg hogy kibicsaklik alulad. Vagy hogy mondják ezt? Igen. Na. Nem mondtad amúgy, aki megbicsaklik. Na. Mint hogyha kamion lenne, de amúgy általában a megbokrosodást szokták legtöbbször mondani. Amikor hirtelen elkezd riszálni a picsája, és izé... Na, igen. Na, ezért... Repülsz róla egy dupla leszúlt Rittbergert. Igaz. Csak annyi, hogy a motornak nincsen lába, amivel meg tudna rúgni. Igen. Igazi szponzorok, mint úristen. Hivatalos játékkal igazi szponzorok, azt akarom. Na, mely, most miről beszéljünk? A Formula E-t, azt melyik játékkal nyomják? A Airfactor-ra csak. Airfactor 1-2. Az nyomják, igen. Mert... Tehát ott érdekes mód, ott a 25 pilótából 22 részt vett. a virtuális monakói teszt nagy díjam. Ja. Indikárban is részt vesz minden 20 már kezdni meg kell tanulni. Úgy mint ezért a 15-öst. Ezt meg kell tanulni, de nem baj, az így. Bele fogok jönni, az kész. Úgy mint a 15-be. És akkor itt is úgy van, hát hogy a szürke az rossz. A... Narancs a javítás, piros fel egy gyorsabb vagy. Jó van, oké. Okay. Akkor az ugyanaz. Jó, akkor nem változott, jó van. Sipi számára is fura amúgy a hang. Szúnyog hangja, ja. Ja, tényleg olyan ilyen. Egy erősebben nyomod fing. Igen. És hogyha még erősebben nyomod, akkor becsúszik. A barna macél. Igen, akkor vonalkódos összegatja. De hogy... milyen csovákat a motor. Tényleg olyan ők, ilyen... Ilyen. Tehát nem hibrid. Hát, hogyha... Hát, motorban az elég érdekes lenne a hibrid. Hát van elég fékezés, szóval. Akkor ma esküszöm megveszem, és akkor kipróbálom a motor E változatot. Mi ebben hát van az is? Mondjad. Annyi csak, hogy a vonalak a kéknél gyorsítasz ki. A pályán, a narancsárgán elvileg... el kell venned, a pirosnál kellene fékezned. Ja igen, elveszem, és akkor a piros... Aha, jó, oké. Okay. Tehát amikor pirosat mutat, tehát a sárga elkezd pirosodni a pályán, akkor ott lehet, hogy egy picit fékezni is kéne. Ha kék van, akkor ott meg ugye úgy, mint a Forma 1-ben a zöld. Egy másodperc, így jó. Elkezdheted nyomni neki. Hát egy szállat. Ezt a jobban néz ki ez a pálya.
Nappal semmi külön. Rajt legalább az eget látod, hallod? Ja, nincs nem az. Úgy mint izé bákrénybe. Ja, meg nincs köd este, bocs. Amúgy kajakas, Sipi. Hallod, figyelj, egyébként azt is nem tudom, mely nekünk kell izé kivenni azt a ködös szart. Leveszed a gammát. Hát vagy leveszed a gammát, vagy bemodolod. De ezt nem kéne moddolni, hanem alapban benne kell lennie. Hát, igen. Mint itt. Alapvetően nem szarul kellene lemodellezni. Nem. Mi? Elnézést. És tényleg is a lámpák sincsenek felkapcsolva a nappal, hoppa. Igen, valami izé félrenyelhettem, mert lehet olyat mondtam, hogy szarul lett leprogramozva, meg modellezve az F1. Ne szíd, beszíd. Én nem szittam, csak áldan ilyen fuldokló rohamajaim vannak, hogy szar az F1! Mesz kenyér húzva is, nem volt. Egyébként mond valamit amúgy. Abszolút. Milyen engine használ a Forma 1? Izé, bazd meg. GP2 engine, bazd meg. Szerintem amúgy egy... nem tudom milyen engine-t használ. Eco Engine 5, azt hiszem. De szerintem egy ilyen még a 1995-ös évekből valót. Ego Engine. Nem mentem át a másik ívre. Jó. Mit használ? Unreal Engine-t. Miért? Unreal Engine-t. Ami a PUBG-t is csinálta. Most konkrétan, én tényleg... Az a saját fejlesztésük, azt hiszem. És erre azt írja a Streamlabs, please refrain from using foul language. Tehát, hogy a rossz nyelvet azt próbáld meg csökkenteni. Anyád, ebben mi volt a csúnya? Az, hogy én kurvázok a chatembe, az meg azt nem mutolja, meg nem is izéli, bazd meg. De melyik volt a rossz nyelv használat? Az a... Mert ez egy fos. Mi? Ez a Streamlabs-et majd kapcsolod ki, mert ez egy fos. Bementem és kízé kapcsoltam itt bent. Nem ott... Szóval hát, hogy nem ott kapcsoltam be... A Twitch-en az, hogy ott kapcsoltam, van egy olyan, hogy a moderátorok. Igen, és akkor ott basszom ki. Ott kell majd kibasznod. Jó. Mert ez így, szóval a tartalomkészítő irányítópultba mindjárt megnézem. Beállít, ja hú, bazd meg, majd csináltam meg a droppot is. Faszom. Na, próbáljuk meg újra. Ja, moderálás. És akkor ott van, hogy automod szabálykészletei. Vagy rendesen beállítod az egészet. Mm-hmm. Vagy felejtsd el. Dik, most meg eltűnt a csík. Hát utolsó kanyarban eltűnt még, persze. Ja, bocsánat, kérek elnézni. Figyelj csak, ott a... Ja, jó van, ő áll az élen, tiszta jövő. Mondom már ki a... Mi az a gyors köröd, de akkor... Amúgy meg tényleg olyan a hangja, mint amikor így mellette, hát így elmegy egy ilyen légy, vagy darázs, vagy valami, tényleg olyan a hangja. Ádi, bannoljam a csetedről a Streamlabs-et? Aha, invalid lap, bassz meg. Mivel levágtad a pályát, úgy valószínű, igen, invalidolja. Igen, mert hiába van tolerált, izét. Egyébként ebben a kanyarban meg mehetné szűkebben is éppenséggel. Ja, be kell kapcsolnom majd a droppokat, bazzuk. Ugyanis megtörtént a csoda. Hogy érted?
Ugyanis kaptam Valorantot. Nem fejáték. Hát a beta kulcsot. A Cségó, a Rainbow, az Overwatch. Keveréke. Keveréke. És úgy kaptam meg, hogy konkrétan az elmúlt 4 napban, bazd meg, amikor be volt kapcsolva a gép, akkor folyamatosan néztem azt a rohadt közi csöves streamereket, akik azt streamelték. És bazd meg, fölkelek, nem is tudom mikor keltem föl, bazd meg. Azt hiszem ilyen 3:45-12-kor rámegyek a Twitchre, és beírta, hogy 2 órával ezelőtt megkaptad a... megszerezted a Valorant jutalmat, amiért Riot Games közvetítését nézted a következő játékra. Holott akkor bőven éppen fordultam egyik oldalamról a másikra. Ennyi, látod? Nem is került nézni, azt már is megkapod, olyan. Hát azért az meg előtte néztem, nem tudom. Szerintem egy 30-40 óra azért már megvolt. Na jó, próbáljunk ki valami másik tesztet. Ádi, vezeljem majd az AI szintet. Lehet az is az lesz szerintem, igen. Szerintem én lejjebb kéne mennék. Nem baj, Sipi. Valamiben tönkre kell menni a gépnek. Csak én még nem indítottam újra hozzá, hogy aktiválja a cheat rendszert, vagy a cheat ellenes rendszert. Ja, elvágódott az izé, a AI, a... meg izé, Carlos Tat... mi? Tatai? Ja, Carlos Tatai, ja. A G-kocsma. Itt vonal nélkül mész. Hát figyelj, egyszer azt is meg kell tanulni. Lehet vonal nélkül menni, nincs azzal baj. Ha ismered a pályát. Meg nem csak az utat bámulod, hanem jobbra-balra és próbálsz olyan pontokat szerezni, vagy olyan támpontokat izélni, ami által megtanult, hogy jól kell fékezni. Az már jobb volt. Itt. Ez nehéz kanyar. Kiégek ezen a hangon, geci, kiégek! Nem szerintem. Nevetek meg közben, én ezen a hangon kiégek. Meg az a szerencsét, hogy annyira nem realisztikusra raktad a motornak a viselkedését, mert akárhányszor a rázókörről akarná bazd meg fékezni, valóságban azzal lendülettel bazd meg mennél ja. A picsába. A motorra fingott nem tudsz egyet. Térni. Milyen nem fingott ide? Pakk! Ez fie. Pakk! Hol majd? Hát itt egy hülye vagy. Ebben ne menjünk bele, bazd meg. Köszönjük, szerintem. Ádám. Ebben ne menjünk bele, mert már az orromba érzem a szagot, hallod. Hát ez nem lesz 13-as kör, az biztos. Ez egy 15-ös lesz. Sőt. Ja. 6-os. Na jó.
Viszont rájössz egy kicsit most. Itt van egy ilyet. Farmingra. Be akarok menni egy kicsit izé. Megnézni valamit. És leszem be jutott valami. Jó, menjünk. 10 000. Szóval is el kell mennem tesztelni majd a német pályára. Azt is szerintem ma fogjuk megejteni. Mindjárt belépek. Oké, majd mondjad, hogy mikor lesz kész a izé. Jó. Diszoknak kellene megcsinálni a helyet egyébként. Azt múltkor elfelejtettük. Azt mondtam, hogy majd megcsináljuk valamikor. Igen, igen. Azt is meg kéne nézni, hogy mennyi lóvénk van. 150 000. Utolsó emlékem szerint. Én 150-re emlékszem, de mindegy, majd azt látja. Mondom. Aha. He's returned to the pit, but we can't tell whether he's satisfied. No, yeah. I mean, it should just be. Yeah, it's a live session. I don't know, it's not a bit late. Yeah. Oh, még benzint is rakhatok bele én magam. Ugyanígy. Csak hát itt szemben van, megcsinálom. Van több lágyam, meg médium, meg hardom. Hoppá. Mi a farm? Hát figyeljte csak, végül is amúgy nem kapok sokat. Csak annyiát, hogy én jobbkobbin kapok, izé rosszat. Á, ne, na jó, hát ez úgyis csak teszt volt, majd
Hát csinálnám a hétvégét, csak az a gond, hogy szerint... Azt mondja, hogy a tavalyi év adatait és David ezt a potenciális legjobb köridőit fogja felhasználni. Ezen mellett beszéltünk az a fegyő csapatokkal, hogy kiderítsük a mi várakozásaink egyeznek az a végkel. Aha. Ezek TM? Aha, ez alapján fogja belőni az erősorrendet. Adam, te szinte menj egy pár kvíkvérészt amúgy. Mit? Egy pár kvíkvérészt mennyi, megszokd a játékot. Hát, az az. Még ezt először meg kell szokni. Amíg összesíti az infót a RAM-ról, meg a izéről, a... hogy hívjákról. A... CPU-ról. Akkor... 150 ezerünk van. Fasza. Na menjünk ki, most lépek be. Quick race, quick. Continental Europe 2 lesz. Oké. Okay. Akkor viszont hányasai legyen? Advanced mennyi? 60? Nem, 75-ről nézünk. Menézzük, Quick Mode, New Championship, New Grand Prix. Ádi, volt ott Customized Team. Tudom, azt akartam oda menni. Lehet, hogy az egyik MTZ-t majd oda kéne vinni, amúgy. Már tudom is, hogy melyiket amúgy. Már azt nem fogjuk használni. Most, hogy meg lett a Valtra. Ja, hogyha nincsen több üzé, hát hogyha legalább nincsen 6 körös, akkor ugye nem kapjuk a benzin, meg a izé. Jó, oké, jó, van, ezt is tudtuk, jó. Riding guides. Azt mondjátok, hogy itt kell beállítani azt, hogy legyen vonal, vagy nem. Itt még az AB? Ja, itt van, hogy a automatikus fék a ABS, vagy nem? Még az ABS. Az ABS, hanem a kipörgés gátló. Hát jó, anti-block system. Hát jó, hát csak itt olyan van, hát, hogy... hogy a blokkolás gátló, az ABS. Tudom, csak automatic brakes, az automatikusan fékez helyetted. Az nem kell, jó, akkor már csak az a mizélsz, a join bakes, az... Bad vagy, Markistov? Most tölti. Na várja, akkor én viszont elvetem. Mert szerintem az volt a gond, hogy egyszerre próbáltunk belépni. Hát valószínűleg. Katar, Argentina... Igen, de van. Menj olyan pályán, amit ismersz. Évekbe. Mi szója bent lesz-e? Például vagy Amerika, vagy Ausztria. Bruno, azt is vagy ismered, Ádi. Bruno. Vagy akár Katalonia. Meg Bruno az pont nehéz, de. Elég a verseny, Ádi. Nézzük milyen. Na figyelj, meg kell szokni.
Rebootol másra. Ez az! 13 néződ van. Köszönöm szépen. Addig oké. Csak ez nem oké. Jaj. Na jó van, akkor ugorjunk. Mi van? We're coming to you from the starting grid. There's just a few minutes to go before the race begins. Na, miért az F1-ben nincsen? Hogy így végig megyünk így egyesével a izéken. A milyen faszokon a embereken. Mégis. Nekem az kell, hogy a kanyarokba. Igen, hogy a kanyarokban izé legyen a motorom, hogy mondják, stabil legyen. Menjél vissza. Egyet. Ja, csak egyet. Még. Jó. Még, jó. Ott van az, hogy steering. Várjál. Igen. Nem straight steering. Tudom, csak oda a véletlenül nyomtam. Majd nem is ez kell neked, inkább a handling kell, menj vissza. A corners, a handling, igen. És akkor a high, nem? Ja, high response. És a gumit az hogy választom ki? Na, Chris-o beengedett? Be. Akartam mondani. Én addig lemeszelem a földeket. És mivel Mark mondta, hogy... A Valtrát vigyed hozzá, jó? Te mondtad Mark, hogy amikor ilyen hosszú egyenes van, akkor okay. Jobb, hogyha... Ott tudod a gumi. A change comp. Ja, meg töltsd tele. Ja, oké, okay, köszi. Ja, jó van, itt csak a vet van, jó van, hülye vagyok már. Itt csak a vet van. Ja, nincs Intel. Nem, itt nincs, itt csak izé van. Mondjuk túrautóban sincs. Csak az F1 ennyire kényes. Most néztem, hogy bazd meg. Most nézem vissza a SIPiek 6-os kópját. Hú, de jó az a hát, ez is az a hát. Az utális volt az maga, amit Sipivel történt, hallod? Hát, botrány. Ja, meg Russell Magnussen keresztül elveszte egymást, hogy nem tudom. Egymáson. Megszexuáltak egymást. Hát de az, hogy Sipi úgy került fejtetőre, hogy senki nem ért hozzá. Nem lehet itt lakbuborékról beszélni, mert akkor legalább közel kellett volna lennie Márúnak hozzá. De Márú ráadásul még messze volt tőle, bazd meg. Amúgy meg tényleg teljesen más az irányítás, mint a 15-nél. Mert itt legalább fejlesztenek rajta. Hát igen. Nem mint hogyha az F1-ben nem fejlesztettek volna az irányításon, csak... Mert azért a 15-höz képest bazd igen, meg... Igen, ez más. Jó, de mondjuk a 15 volt a legbotrányosabb F1 szerintem. Hát igen, mert ugye még a 2-es, még az úgy nagyjából még az jó volt hozzá. Irányítás szempontjából. A 12-es. És akkor végig is van a bemelegítőkörre. Hát mondjuk ő pont jó, hát hogy én most úgy kezdek el tanulni ebben a... ebben a játékkal, hát hogy most mondta, hogy... még a BMW safety car is itt van, hagyjatok már! Mert még a csávó is elcsétálok mellettetek. I8-as, vagy melyik? Nem, itt nem az van. Azt hiszem. Ja, rendes benzin? Aha, itt a rendben. Jó helyes. Jaj, nyomni kell a kuplungot!
Aha! Ugyanúgy kell, mint az F1-ben, le kell nyomni a kuplungot. Szétedom a Valtrát amúgy. Mhm. Jó. Veszek egy pótot. AV80-ost. Bazd meg. Hát hogyha ez velem történt volna meg, mint amiket most láttuk itt a Sipinél, én nagyon közel lennék a játék végleges letörléséhez. Miért? Amúgy mizi őt? Azon kívül, hogy Máró elvileg, mert mutatta a Sipi a Máró felvételét is, elvileg felküldte a Sipit a levegőbe és fejtetőre állította, úgyhogy a Máró 2 méterre volt a Sipitől, safety car alatt. Aha. Azon kívül, hogy Magnussen és Russell olyan csatát vívott, hogy Magnussen rá konkrétan Russell tetején volt, és a bugnak köszönhetően Russellt odébb lökte. Aztán olyan volt, hogy karambol, a vár előtti jobbosnál, ajaj, és Sipi megelőzhette Fettet sárga zászló alatt. És így nem. Mondjuk amennyire tönkre baszta a játék a Sipinek a futamját, ahhoz képest kurva nagyot ment még így is. A Sipi kap egy GG-t érte. Jaja. Persze, hogy azért tudtam, mert realisztikusan van ezé. Amit továbbra sem fogok megérteni, hogy miért a 2 leggyorsabban a 2 leggyorsabb autóba. Hát azért, mert az a lényeg. Most azért ha meg beverik meg Leóikat, aki felrebből önök, szerintem nem. Hát az jó, csak nem szerintem tudom. Jobb ez így, Zsábel, úgy is meghatszánk a címét. Előtt Krisztóf, látnád, hogy milyen Ferrari vörös pótot csináltam? Annak nincs értelme, hogy Mára meg Sipi, meg Hamburg Renault-ba veri agyon a Metszivele ott, mondjuk. Szerintem. Annak nem látom értelmi. Leo tudja, hogy mire képes az élő a McLarenbe. Maximum Robin meg már ott cserélni meg, de más nem. Miért csinálta a pótot amúgy? Tűzvörös, érted? Várja meg. Legalább Michael ott el vannak a... Megnézed milyen? Itt vagyok, hol vagy? Itt a... Hát ugye a 3-as területnél. Jaj, kín vagyok. Aha. Most kiszálltam belőle. Ja, jó, hogy ilyen szembe kapasz mondjuk. Aha. Viszont meg is tartályt is, mert kell majd a víz nekik. Ez igen. Vagy tényleg Ferrari vörös. Mondtam. Jól néz ki.
Vagy a Trantor cínéhez is. Jó van, Sippi. Jó van, Krisztóf, én megyek tovább, mert vizet kell adni nekik. Jó, én sem, ne felek tovább. Oké. Okay. Ha visszatabolok oda egyszer. Na, természetesen szarul csináltam a végét, miért ne? Nál is sikerült a vonalat beállítani? Ez van benne. Jól mondtam, ja? Ennyi van benne. Így mutatja. Nem... Figyelj csak... itt ebben a játékban már itt tényleg fontos a motorbeállítás. Szóval hát, hogy még a 15-ben, meg a 7, meg a izében, ott még el tudtál menni, úgyhogy... De már tudom, hogy fontos. Azért is lettem utolsó, egyrészt lassú vagyok, kettő meg azért is már ugye előzni akartam, csak nem tudtam, hogyha... nem azt, hogy meglőttem teliből, mert valami azért teliből nem volt. Megkilőttem egy kicsit elvágódtunk, de ő valami érhető nem. Na mindegy, úgyhogy mindegy beértünk. És egyet rácsaptam a motorra, mert nem sikerült. Hát nem baj, gyakorolni kell az kész, hát most egy. De hát ezt lehet fogják javítani. Ennyi. Jó, hát ez még sem most jött ki. Ja. Ányi, mennyi a néző rekordod? Nem, most ennyi van. 14. Hát már tudod miért? Mert új játék. Hát persze. Teszt. Beírod, hogy teszt, új játék, egyből jönnek a nézők. Há. De ha más nincs, akkor persze jön mindenki. Hát próbálj ki, nem tudom. Klasszikus motorokat is, ha van. Meg az E-motorokat. Az nincs benne. Mi nincs? Az E-motor. Nincs benne. Ó, basszát. Vagy volt benne. Forza Horizon 4-be megkaptam az 1955-ös Mercedes-Benz Forma 1-es autót, geci. Na jó az. Azt a kurva, de gyönyörű. De akkor még nem volt aero. Hát nem volt aero, meg bazd meg ott szó szerint izé, kormány volt. Hülye vagy, hát ez gyönyörű. Hát igen. Meg háváltó. Kinyitnád a motor izét, akkor mindenki elélvezni, ha kinyitnák a motort. Úgy indítanák be. Hát a hangját én hallottam a játékba. Hát... köszönjük szépen. Orgazmus. Fogadni merek, hogy még én sűrsz. Nem. Jó étvágy, Tádi, mit teszel és miért nem adsz? Soha nyugom, mit. És miért nem adsz? Hát, nem kérdeztetek meg. Hát nem, ezt neked föl kéne ajánlanod? A persze! Nem úgy, mert mi kérdezzünk. De azért Kristóf egyből megköcsög! Ja. Ennyi, Kristófnak kinyílt a csipája. Srácok, kérte egy chipset? Végre. Végre, valaki megkérdezi.
Látod, állam, kéne tanulni. Én soha nem kérdezném. Mármint csak tanulni. Béterén, hát tudok is adni, mert nem rakik tőlem messze. Ja. Látok ugrani kajáját hallgatni. Nyomd el a mikrofonon, nem kell. Amúgy gyerekkori barátom tőletek nem messze vettek házat párjával. Hát, az lehet, nem sokáig. Még költözöl? Ja, megvan! Srácok, srácok, bekapcsoltam a csíkot azért, mert hogy csinálhatsz olyat, van egy féle, azt a kurva! Van egy féle, amikor ugye beállíthatod, hát hogy nincs sík. Van még egy, amikor ugye, amin ugye mentem az előbb, hát hogy ott volt az indikátorok voltak, igen. Na és van egy harmadik, amikor az ív. Úgyhogy most már így be van állítva. Elméletem most már így be van állítva. Akkor van csík. Igen, szóval akkor van csík, csak ugye az a csávó, akit néztem, neki, hát neki ugye nem kellett a csík már, neki csak elég volt az a ilyen pöttyös geci, vagy mi az. Az indikátor. Az. Anyád! Hogy van már nektek rögtön 5-szeres bűnt? Hát, mert nem tudtam már... Hát igen, már, mert én elfejtettem, hát hogy már le kell nyomni a kuplunkot, és úgy mész ki a geszibe. Mert ugye ezt nem használtam a 15-ben. Mi ez a lak, bazd meg? Fú, geci. De rossz volt. Remélem, hogy ezt a játékot majd a ez is megveszi, hát a Nikolász, azt akkor majd játszik a izé. Lentellett véve, amúgy mi 75-ön van. Várjál, Sipit mondtam, vagy Simit? Szerintem Simit mondtam. Nem tudom, Sipit mondtál. Sipit, akkor jó van. Nem sem hallottam úgy. Jaj, bocsi, Sipi. A szép volt! Kösz! Szép volt, Sipi bot! Köszönöm! Kibadolt a csipit! Pont őt, geci, aki van, hogy semmi rosszat nem szokott tenni, de azért... Hát de várjál, végül Sipi megkapta, amit mondott, mert... Egész végig azért izért, hogy ő nem kap ban. Hát nem, végre megkapta. Tenni, tehát már nem csak most. Rendes volt. Tudat alatt tudta, hogy ezt kell Sipinek. Ez meg mind kihagyja a méz felé, szóval mindegy. És nem messze nem de terület felé. Nyújt fel, Sipi, a fagyihoz. Kap be, Sipi, én is fagyit akarok már enni. Gyere a nyarodához, 180 forint egy kis gombóc. Hülye, faszom fogod a menni. Ádi, tudjuk, hogy te a nyalodát azt másképp értelmezetted, az enyémet akarod nyaldosni. Tudjuk nagyon jól, nincsen ezzel probléma. A csapat akar téged nagyon jól. Fúj. Nem én mondtam, Kászi, Ádi, terjedtette ki a szájnul. De várjál, nem én bannoltalak, meg nem... Nem Kristóf bannolt téged, van, hanem a bár. Bannolás után még adjak! Bannolás után még adjak! Ádi, ez olyan volt, mikor KSZ-vel flörtörtél. Nagyon vicces volt. Az én is tudok helyesen kiejteni dolgokat. Az a lényeg, hogy amikor így mész egy-két szezont, akkor majd utána a csapat akar téged nagyon jól, és akkor nagyon. Hú, bazd meg, Kristóf, ezeknek kell annyi kaja, bazd meg, hogy... De még azt amúgy az majdnap, én nem tudom, hogy ja, az így, tartjuk, hogy az így, no, hogy az aha, számol. itt ahol én állok most. Aha. Vizes pótot én leakasztom. Nem kell. Most. Miért ilyen izé lassan izé gyorsul fel, bazd meg? Nekem csak egy ideges is, sem más. Amúgy tiszta jó. Azt mondja, ha már mi nem bannoltuk, ezért nem kaphatunk fagyit, most van még. Amúgy nem azért, de hogyha csak ti élitek
Még? Akkor én senkinek nem adnák az ételembe. Hát, hát azt tudjuk. Én enném meg az egész csak a látét, meg a csipszet. Hát tudjuk. Tudjuk nagyon jó, aztán megint izé kétszeresen lesz a fejed. Ennyi. Tényleg, Détári, hogy megy a lakásfelújítás? Vagyis ami volt az a... Tudod, ez a beázásos történet meg most a beázásos jól... történet? Nagyon jól megy. Most csak úgy random valamiért a valami a szobámba lebassza a lakásnak a, bizt, a egész biztosítékházát. Hát akkor az úgy nagyon szép. Szóval jelenleg nem tudni, hogy mi a fasz van. Hogy most a hűtő az, ami tönkre teszi, a kis hűtő az erkélyen. Vagy... vagy a gépem bassza le, vagy esetleg egy kapcsoló baszódott el, vagy egy alzat, és akkor amiatt van. Hát néha ilyen nem... érintkezés. Úgyhogy hát... most nem lehet tudni. Hát ez nem a gépem, akkor most nem lenne én nagyon itt. Sipi, nincsenek ebben magas lámpák. Nincsen ebben highlights, hogyha azt kérdezed. Hát te van hivatalos út. Igen. Sponzorok. Ja, szponzorok. Három kategória. Igen. Mikrofonos csajszi van ott neked. Igen, meg a szexi grafika. Gondolom visszajátszás azért van benne replay. De biztos. Az van. Tehát, hogyha akarod, akkor tudsz belőle highlights-ot összehozni. Saját kezüleg. Hát, csak azt nem lehet lementeni. Tényleg? Azt nem lehet OBS-be... fölveszed, ahogy a futamnak a izéjét, és akkor összevágod? Az már. Ja, hogy ahhoz tolkozni kéne! Értem! Ádinak igen. De most kibeszélt, hogy arról most... mindegy. Ja, nem, mondjuk hogy az, hogy a highlights, ugye igen. Az F1-ben megcsinálták ezt a beta üzemmódú highlights-ot. Igen, aha. Mondjuk az se jó semmire. Igen. Ahelyett, hogy azt a funkciót betennék, hogy visszanézheted a komplet futamot. Nézd végig az egészet. Valakinek le is közvetíteni. De azt is, hogy az laik mennek egymással, nem csak te. Hogy bárkinek a szemszögébe be tudsz be tudsz csatlakozni. És én megcsinálnám azt, hogy csak abba az esetben használtod a highlights-ot, hogyha nem flashback-eltél. Mint ahogy most ugye ugyanez van a Forma 1-ben is, csak akkor izélsz. Tehát, hogy flashback nélkül, mert akkor az úgy nem íz ki. Az egyest fújod le, Krisztóf? Aha. Le kell azt is. Aha. Figyeljetek már itt... Azért mondom, ha már itt vagyunk, akkor megcsinálom, érted? Itt izé hosszú az egyenes, úgyhogy akkor ezt kikert. Mert az 5-ös, 6-os, 11-es kell ezt lefújni még. Mhm. De jó, ez a traktor húzza rendesen. Azon gondolkozok, hogy vendég kéne még egy vetőt. De azt akkor a Valtrával eladnánk azt a két kis szart. Azt a Valtrával, Valtrával megrángatnánk a nagyot. Uh-huh. Ez a... aki tartja az esélyt, ez a csaj nem is néz ki szarú. With the riders on the starting grid, the countdown begins until the lights go off. Just a few moments to go, and the Japanese Grand Prix will begin. Még az árkat bóckodásnak, Ádám. Így van. Ez az. Így van. Lehet nagy a szám most, de szívhatom kicsi szimulátornak ezt a játékot, mert... Mi az, hogy jött majd kurva, hogy tehenne? Ne eddig tartottam ott a GP.
Aha. Az az érzésem. Igen, az FD 19, 5. szezonja. Na végre megoldottam, hogy beforduljon a lábam. Hogy beforduljon a lábad? Beforduljon a lábad? Jól van, látom. Köszönjük, jegyezzük föl. Dr. professzor Filó Ádám, nyelvújító. De adjunktus, bazd meg. Hogy lehet hinni egy embert úgy, hogy öncű? Öncű? Az milyen név, hogy az a... Örök. Igen. Meg valószínűleg nem úgy értik, hogy öncű. Hát biztos nem úgy, de... Fia, Ádám még nem hallotta a török futballisták neveit. Ugye a Hakan Şükür, Hasan Şaş. Hasan Şaş! Ebből látszik. Hasan Şaş! Ki Ádi, majd a ruháján a szövegedet írd már át más színen, mert nagyon nem látkodik. Ez nem... Jó. Lemezve akadás. Így van. Húj, de hova megyem, bazd meg, eh? De szép a beste. Amit elképzeltem, hogy ezzel a játékkal még a PC Games is tud egyszerűen. Nem. És ez most Áti, 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 te PC, minden játékkal tud játszani, és minden játékban a legjobb. Ez amúgy ez így van egyébként, most nem... Ezt nem tudom megtalálni, nem is lehet. Miért nem fordulsz be, jobban bazd meg? Nem, mert a leges legjobb az az F1. Az. De abban is a művészre a legjobb. Szeronra is vár 18 másodperc egy körön. És olyan jól megy a kanyarba egyenesen, hogy... Senki már. Hát most minek vegye be a kanyart, most akkor tudna élőnye lenne, ha normálisan menni. Minek néztél házta? Hát... Bizóli. Hát, hogy... Nézd, hogy jön mögött a cheater. Anyád! Jól van. Jól van az enyém is. Nem úgy akartam megkérdezni. Mármint nem úgy akartam mondani. De kicsit korán kéteket az aj. Na, akkor azt mondjátok, hogy így, hogy ilyenkor vegyem le a gázt, igen, befékezem, és befordítom a szekeret, és akkor mehet tovább. Ez mi volt? Áld és a köldési rohajmjai. Nem, szerintem a savanyú cukor a torkára ment. Igen. Vagy az. Köszi. Látjátok a détárgy azt tudta a megfejtést. Meg ennek ellenére adhatsz nekünk. Biztos nem adék még most sem, úgy, de mindig. Ahogy. Áld, most voltál voltban. Azt hittem veszel több csomag gumicukrot. Kettővel vetem, csak nem kell több. Úgy csinálod nekünk, nem mindegy. Hát azért vettem többet, hát hogy... De többet nálj nekünk, mi? Na persze. Hát nagyon helyes. Amore, ezt elrontottam. Vagy azt hittem, hogy befog. Jobban-jobbra befordulni. Jobban-jobbra. Jó van ez az állat. Motegi bemész? Aha, Motegi. A hidra felismerti. Még amúgy is ismerem, de... Egyébként IndyCar-ban Motegiben nyert először női pilóta, szerintem. A Danica Patrick, ja. Hát az? De az ován részen volt. 2008-ban. Ugye ennek van ová pályája is. Igen, kis tudtuk.
De várjunk, az a óvápályát, az ott van belül, nem? Vagy az itt? Kívül hát, van. Kívül. Ami az alatt mész átállni kétszer. Pont, hogy a... ez van az óvápályán belül. Ja, ja, értem. Jó. De a japánoknak minek kellett egy óvápálya, nem azért mondom. Na most oké, hát hogy a Indikál az eljön, de például a Tanaszkár az neki nem fog eljönni Japánba, érted? Most csak... Na mindegy, ez szerinted nincs a NASCAR-nak japán változata? Hát biztos van, hát honnan tudja. A japánoknál ne lenne. Ha már van európai NASCAR. Tatáj. Kurva édes anyját kell fúrni, bazd meg. Nálunk is az szokott menni nagyon. Reggel óta, bazd meg. Ja, hát... nálunk a flexelés megy vasárnap reggel. Na, a szomszédba. Azt arra kellünk reggel 6-kor, hogy... Ennyi, látod? Vasárnap reggel az kellemes, nem? Hája. Megkeszarod! Te erre, bazd meg! Na hát megálltam a szomszédot, hogy erre kellhetek a sámfegge. Ja, átmentél volna, köszönöm szépen, hogy felkeltem. Átmentem, bazd meg a baltával, érted? Hogy flexelj szét azt is. Az, vagy a lázfűrészre, bazd meg. Tehát erre kellni, bazd meg, vasárnap reggel üdítő, érted? Így van. Miért akarnál udni? Nem kolkaskolókul elég, vagy a sámflexelés. Ja. Sipi azt írja, én arra kerek fel reggel, hogy már dél van. Aha. Majd de vicces volt. Ádi, ma még leviszed azt egy futamot? Igen. Milyen futam? Szerintem inkább tapasztalják ilyen játékot. Igen. És azt a manuál rajtot kapcsolt ki? Ez hol van? Utolsó előtti fül, penálti felad. Ó, de jó, kösz. Akkor ez volt az. Kösz. Jó, válszom egy másik pályát, már fasz ki van. Á, de akkor nyomjál vissza, hogy igen, és akkor válasz. A tájföldi pálya. Menj a pályám. Néken a... Mizet a ringen, a... Mizet a Kimi ringen? Aha. Aha. Kimi ring. Azon még úgy láttam magyarokat menni. Azt sem tudom, hogy hány néző van. Szerintem csak 2 van. 10. Kereken 10. Akkor jó. Nálam 9-et mutat, de... Ó, fehér a sisakja. Az jó. Ja, tényleg az. Ja, hát hogy itt némelyik ember soft, némelyik soft medium, valamelyik csak medium. Mayday, ez az, de a Bravo Foxtrot Tango. Legalább itt már az, kis taktikáznak. Ó, mi megigazítja a kezd, mi a... Ott van kitéve a ruha, ott szárad. Ki van teregetve. Csá, szuper. Hello. Viszlát. Csoki fül, vagy mi? Öncű. Azt a kurva, mi ez a kanyarhe? Az olyan, de először az indiai pálya ereje, Forma 1-be. Nem baj, amúgy... He, de amúgy miért az én van a csík? A fű... Szia, bazd. Tényleg ott van. A fűben van az ideális ív, jó az. Végülis ott van az ív, végül is. Ott kell menni a fűben. Hogy örül neki? Hogy örül neki?
Jó, Ádi, azt nézd meg, hogy itt még nem volt egy rohadt MotoGP futamra se. Melyik pálya ez? Ez a... Ja, ez a Kainami ring? Igen. Vagy Kimi ring? A Kimi Räikkönen ring. Az tényleg nem volt, de azért nem volt, ne a fűre tegyék már az ilyet. Érted? Most ja. Értem, hogy nem volt úgy futam nyilván, de... De legalább megcsinálták előre a pályát, amúgy. Azt nem rally motor, szóljanak már a fejlesztőknek. Még Finnország megérdemel egy futamot, ami nagy bajnokság volt. Mármint a F1-et mondod? Vagy bármi, MotoGP. És már megérdemelt egy futamot. Ami nem rossz, mert itt sok izé van, fenyőfa, nagyon szépek. Szép a fenyőfa. Ajaj, úú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 
Elbukdácsot, ahogy hallom. Kapott egy kis ajándékot. Az igen. Kaptam egy kis csoki nyulat. Mi ez a bohóc jelmez a versenyző? Bohóc jelmez mi? Ki írt ezt? Szuper! Ja, rajtam? Hát ilyen szexi, nem? És itt a fű... Mi van az? A fű van az ív! A fű van az ív! 104 ezer az új vető, Krisztóf. Ide lehet igazán azt akkor mondani, hogy nem létező íveket használ, nem? Ja, az. A gyomlálót azt megvegyem? Vedd meg, ja. Lenne a gyomot? Gyomot áll. Inkább azt vegyük meg először, mennyibe kerül? 45 ezer. Akkor azt vegyük meg először inkább. Van egy olyan, hogy 15,2 méter szélesen tud. 120 órás traktor kell hozzá. Hát az van nekünk, nem? Ja. A voltra mennyi? Az 250 emlékeim szerint. És a kék? Ami kölcsönben van? Azt visszaszolgáltattam. Ja. Akkor elhúzzuk, jó ez. Van szerintem az MTZ-vel is, szerintem az MTZ-sel elvinni egyébként. A Belarus, mi? Hát a nagy, ja. Az esetleg elvinni, ha nem bukik hátra. Nah, bazd meg, túl széles. Vedd meg, azt meglátjuk. Na jó van, én elköszönök, megyek valorantozni. Oké, jó játékot. Egyet vegyek, vagy kettőt? Bye. Hello. Hát figyelj, szerintem először egyet. Na most 9000-et ne költsünk el, nem lesz pénz akkor. Márk amúgy nem azért, de hogy eddig amúgy jól ment. Hát eddig amúgy mentem az even, de kurva gyorsabb, mint mindig bal. Pedig már a következő aratás után veszünk még egyet. Pedig már izé 54-es az aiból. Kicsit. Figyelj, majd most kiderül, hogy felbukik az MTZ. Itt jön ki a mérnökök teljesítmény, mert neked csak C is van. Hát jó, hát de ez nem az izé karrier, ez az izé. Akkor is Ádi, C-s mérnökök. Hát figyelj, felbukni nem bukik fel. A szemes. Hát ez rohadt nagy, bazd meg. Szerintem nem kell hozzá erőgép. A szemes belarust, azt eladtuk. Melyiket? Aminek ilyen ki szemszerű volt a izé lámpája. Nem, az itt van. Itt van hátul. Várjára gondolsz? A Huna. Ott van bent. Ja. Nézzük meg ezzel. Nézd, ez meg se izélődik. Ja. Elhúz, elfogja szerintem. Csak kérdés, mennyivel? Várja, hagyni sem szét. Csak így próbaképpen.
De legalább most már nem gyűjtöttem izé penáltit sem, meg amúgy meg már azért a rajtam is jó. Hú, bazd meg. Szóval azért most már jó, egy kicsit. Hát most csak azt kéne metolni, hát hogy hogy fogom őket heverni. Aljá, kipróbálom. Húzok egy csíkot. Mennyire tudja húzni. Lebegne a motor. Tovább az épület igaz, amit megjelentjük. Bocs, izél. Hát, lehet szuper, de ez új játék, ma jött, mit várunk még tőle. Tényleg még a F4 benne van? 12. Akkor ezzel kell húzni az körülbelül annyi, az, figyelj, az körülbelül annyi, mintha izé a jobbirtót húznánk. Ja. Mondjuk 12 km per órát ír rá, úgyhogy annyival tudjuk. Annyival tudunk dolgozni. Nincs. Ezt akkor gyomírtót nem kell venni. Mi? Ja. Meg azt kiszórjuk, ami van. Itt. Az kész. Akkor szerintem a herbicides tartályt ezt el is lehet adni, nem? Na jó van, geci. Hát ja. Csak például arra kell figyelni, hogy akkor kell gyomlálni, amikor már kinőtt a növény. Tehát az első fázisba lehet csak izélni. Ezzel dolgozni. Utána már izé gyomírtó kell. Hát akkor egyelőre maradjon az a tartály. Jó, hát mondjuk elférünk tőle, nem az. Csak az is szóvé lenne. Azért gondoltam a két vetőt egyébként, mert akkor tudnánk haladni minden földön. Mondjuk ott van még a másik kettő, szóval azt is ki tudjuk vinni. Fel is kéne őket tölteni, nem? Ültetni? Aha. Na, most már médiumot zai, úgyhogy... Jó, fel is kéne őket tölteni. Dádi, nem is ezt a ruhaszint állítottad be magadnak. Igen. Jó sokat kell messzelni. Majd bejövök a krazzal, majd abból föltöltöm. Most szó játszik a legjobban. Hát esőgumimból van közepes pont. Nagyvetőt is fel kéne tölteni szerintem. Ajjaj, durva, már egy órája vágja a vit. Jön a live-a, mi jó? Mondom, durva, már egy órája vágja a videó. Mert mondjuk, ha minőségi kontentet akarsz, akkor az addig tart.
Hú, ezt nagyon, hát ezt nagyon elbasztam. Ááá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 
De aztán pedig olyan jó volt, bazd meg. Á, persze, nem baj. Nem baj, megvánt, hogy Mékai lesz a jó nekünk. A médium. Oké. Azt kiviszom az egyesre. Oké, csak arra megtöltöm műtrágyával. Já, jó. Nem mondtam, hogy most ezért kezdjünk el vetni. De... Hát a Bobett a kupába. Az. De viccesz vagy szuperban. De nagyon. Akkor albával ide állok. Ezt lehet vinni, ez teljesen meg van töltve minden téren. Üzemanyaggal, meg mindennel. Aj, bazd meg. Nem baj, Adi. Próbáld a katort.
Múltkor ott volt az arra, hogy egyvetővel vetettünk. Az volt a legnagyobb. Na. Ja, amúgy megvenni kell hozzá egy DLC-t, ugye hát a historikhoz, 5 euró. Az megvan neked, ám Willyba. Na, nincs meg. Nem. Kattintse. Nem, meg kell vennem, itt van. Nyajz. Meg kell venni. Nem, meg azért most nem fogod nézni 5 euró. Hát igen. Próbáld ki a historikot. Most mondta, meg kell vennie. De vannak ilyen historik küldetése. Ja. Ja. Azt nem kell megvenni? Azt nem. Na! Ez lesz a mi pályán. Te látszok a Hondon, vagy? Nem. Nem. Red Bull Ring. Hát tényleg már oda is visszatértek azóta. Hello and welcome to the Red Bull Ring. Azt legalább ismered. Ha, azért mondtam, hogy... ott talán nem azon. Erre elmondhatod, hogy nem tudod mi. Na, hát fiá, most már rajta már nincs gond. Hát, az van is. Arról viszont tettem műtrágyát is a kraszba. Oké. Okay. Ne kelljen mindig rohangálni, bazd meg a izé. Vetni kell. Ilyen két részes ez. Mindjárt felmászok rá. Ilyen két fakkos. Az szép volt. Elköltöttünk egy csomó pénz vagy. Ezért mondta, hogy ne vegyük nem ilyen két ötöt. Viszont lesz egy csomó tejünk egyébként, majd el is lehet adni. Azt most én nem tudom, mi az az AV fejből, de a TC az nem fog, mert valójárságban is így mennek. TC van bekapcsolva. És amúgy jobb lesz, hogyha én váltok, mert ez kurva szarul vált fel. Kurva szarul van. Én mondtam. Krisztof, kell nekünk ez a borona egyébként? Van vetőnk a mézéboronál is. Ez a Tiger 6DT. Ezt azért vettük, mert izé kellett ugye a napraforgóhoz. Mit viszem most a legjobban? Hát a... melyikre mondod, itt vagyok. Tiger 6DT, ott van hátul egyébként. Ja, ott a garázs mögött. Hát tudod, ott ahol izé veszük mindig a cuccokat. Ott van szembe izé a kombájnnal. Ja, hát ez nem kell, nem használjuk semmire. Azért mondom, mert a vető az ugye ilyen 3-1-ben, ugye? Ja. A naprafogot jól viszik, de azt nem ültetjük, mert most megint eladtuk a izét, vagy van olyan izén? Mi ültetünk. Eladtuk a vetőt. Na, úgyhogy azt inkább hagyjuk szerintem. Hát a szóját viszik a legjobban még mindig, 1664. Ja, és a lepcének nem ment az ára.
Hát akkor adjuk a picsába azok, mi a fasznak kell ezeknek. És nincs értem, hogy mi vetésenként látogatjuk a vetőket, meg a zéket, a nem. Lágófejeket szerintem. Egyszer apropót, egyszer azt ültetünk, és így látogatjuk. Meg a crossbagage is kéne vinni egy normális azért, pótot, amúgy. Nem? Nagyot. Hát az meg... Ez a négy pótos hülyeség, az meg ez... Ez fasság. Elhúzza. De nem is az, csak... Na. Megnézem, mennyibe kerülnek a pótok. Na, ez a pálya, na, ez már jó, ez már adja, geci. Ez már adja. Viszont az lesz, hogy nekem kell váltani. Az lesz már, mert ez bazd meg, ez egyrészt lassan vált fel, meg amúgy igaza van Supernek valahogy rosszul gyorsul az enyém, mint a többieké. Valamit van. Jaj, damage-re figyelj rádi. Tudom, rájöttem, mert akkor megpasszom úgy, mint az asszembe. Múltkor a 15-be. És az Y-t megnyomod, akkor az mit csinál? Semmit. Ja de, váltja, tudod, tudom nézni hát a hőmérsékletet, meg ilyesmi. Adom. Maradt még benne mész. Na, a 13-dik, na, hát már azért jobb, mint az előbb. Na, hát azért, na, azért már az úgy, azért úgy. Na, hát most jobban tetszett. Na, még egy. Ó! Sexing még. Benne van újra sexing. Menjünk izébe, Le Mansba. Az jó lesz. Egyébként az egy tök jó a Petko, megkérdeztem mikor fogsz live-olni. Igen. És nincs itt. Tudom, mert én azt mondtam neki, hogy ő este, hát egy ilyesmény 4-5 felesz, úgyhogy... Mindjárt 4 óra. 15 perc múlva. Minden már amúgy bevált, hogy csinál. Na ez jó. Jó, várjátok már. Fogadjunk, hogy itt ők be fognak fékezni, én meg el tudok menni simán. Mi köcsög vagyok, mi debuzi vagyok. Nem, összület a két köröd. Hol fékeztek ti, bazd meg, amúgy nem azért 10 forintért. Ja, ti fékeztek jó helyen, bocsánat, én kérek elindni.
most ugrik a víz a majomba. Hát ezzel aztán nyertem. Ez még rosszabb út, mint volt. Ettől féltem én. Mitől? Ennek zambolyos pót kell. Nem ez. Oké. Te egyszerűen amikor live volt? Nem tudom. Ja, jó, ma a... Rá tudok azt mondani, Kristóf, de olyan dög nehéz bazd meg, hogy abban belepusztulna az a gép. Kosztornó. Miért kérdezed egyébként? Ja, mert mondta, hogy leviszed az azeri futamot. Majd ha befejeztük ezt, nem meg volt egy gyakorlás. Na, semmi gond nincs. Na, most már azért egészen úgy jól megy. Nem azért mondom, de azért már jobban megy, mint múltkor. Az előbb. Nem már, azért már jobb. Most hát csak annyi, hát hogy majd szóljátok rám, hát, hogy állítsam át manuálváltóra egyrészt, meg kettő, meg hogy... Hát valamit csináljunk ezzel, hogy ezzel a Z-gyorsulással, mert bazd meg... Hát, ő behúztalak, te büdös cigány. Ennek most minden poltját eladtad? Ja. Egyes kipörgés gátló. Aha. Mennyit kell kapcsolni a mikrofonunkat. Ennek zsámbolyos kell, mindenképp rossznak. Nincs rajta olyan akasztó. Hogy bemutatott a versenyző neked, Ádi? Ki akkor flergeci, de várjál csak. Hát őt előbb előzte. Az ő volt. Azt a kurva! Hú, te odápontattam, geci. De miért nincs ebben menne kuartalaró? Bazd meg! Mert az már jeepbe van. Azt a kurva életet, ma ott van fent az a geci. Na várjál, csak megtaposom én a szíve lelkét. Hol végeztem az előző nagy díjon? 13, nem? 4? Nem tudom. Ah, sikerült. Na, ez már csak fejlődök, geci. While we wait for the cameras to take us to Parc Fermé to meet the stars of the race, let's take a quick look at the Moto3 class final ranking. Hát viszont ez a lőmegyben mit rá tudunk tenni. Zámolyosból. Meddig van itt pont? 10? 5. 25 ezer félre. Ebbe. Szóval azt még meg tudjuk csinálni, hogy veszek a mögé még egyet. Ja, az úgy jó. Huszonegyezer, pontosítok. De még az is jobb. Ó, ezt szeretem. A fenék nézet. Az a izé, a kerék nézet, ez a külső kamerás. Na jó, srácok. Elbasztam.
mivel a egész kuatari hétvégét azt mondja, hogy egybe akarom levinni, ezért most leállítom a live-ot, viszont ugye én fogok attól függetlenül én gyakorolni, mert minden. Most ezt lezárom, én ugye megyek dolgozni, szóval... Hanolna meg a jó Isten! Péntek szombaton is dolgozni, szóval szombat este 8-tól. Hát viszont nem 8-tól, mert erről attól függ, hogy lesz nekem liga versenyem, vagy ugye leviszek ugye kis dobra a kóbot, és akkor utána lesz akkor ezzel a hétvége. Én és ugye százas hétvégeket fogunk menni. Úgyhogy na, úgyhogy köszönöm szépen, aki itt volt, köszönöm szépen Márta a segítséget, Détájnak, meg ugye hát a kettő névrokonnak, hogy itt volt, úgyhogy, ja, úgyhogy, meg amúgy... Mégis a barátibb. Mi? Azért. Mi? Mégis a barátibb így, Krisztóf. Ja. Úgyhogy, meg ugye köszönöm szépen Sipinek, meg aki itt volt a cseten. Úgyhogy, meg aki nézett engem egyfolytában, úgyhogy ja meg ugye köszönöm szépen Dead Bar-nak, hogy bekövetett, köszönöm szépen, úgyhogy jók lehetek, és akkor majd jövök majd valamikor, remélem, igyekszek majd tényleg ezzel a legtöbbet live-olni. Na, jók lehetek, sziasztok, addig Hali. Beálltam már vele rendesen, ez meg butas. Bist der Tod, Herr Scheide?